Tehát miért panaszkodunk ennyit? Miért ennyire elviselhetetlen néha a saját érzelmeink, vagy mások érzelmeinek a tömege, a gondolataink mátrixa? Úgyhogy a bevezető során arra gondoltam, hogy vajon mi az, ami hagyományunkból természetesen tovább örökítődik, és mi az, ami úgy elmarad és elporlad az út szélén. És valahol a természetes mechanizmusok közé tartozik az, hogy amivel azonosulsz, az olyan, mint amit a hátadra veszel, és szorosan oda kötöd, és nem engeded el, és azt magaddal viszed a jövőbe. Legyen az egy népdalhagyomány, egy cselekvésmód, életstílus, vagy az az érzelem és gondolat tömeg, amit magadnak mondasz. Tehát mi a te hagyományod, a te személyes hagyományod? Mi az, amit magaddal hoztál a múltból, énként, önmagadként élteted a jelenben, és tovább viszed a jövőbe? És egy idő után tovább hagyományozod a gyerekeidnek, a tanítványaidnak, a fiatalabb generációnak, akik természetes, hogy közel kerülnek hozzád. Mi az, amit ebből meg akarsz kötni? Mi az, amit ebből a személyes, családi, nemzeti, emberi hagyományból magaddal akarsz vinni? Mi az, amiről úgy érzed, hogy tényleg a tiéd, amivel azonosulni tudsz? Mert azt fogod tovább vinni, és ami nem mozdít meg benned semmit, amire nem mondod azt, hogy szeretem és nem szeretem, az nem jön veled. Abban nem teszel energiát, az elmarad. Legyenek ezek emberi kapcsolatok, élethelyzetek, életprogramok, bármi. A jó hír az, hogy amit szeretsz, az veled jön. A rossz hír az, hogy amit nem szeretsz, az is veled jön. Tehát az a paradox helyzet áll föl, hogy amit nem szeretsz, azt nagyon gyorsan el kell engedni. Igen, ám csak akkor meglazul a kapcsolat azzal is, amit szeretsz. Ez elkerülhetetlen, mert először azt a síkot, azt a tudati teret kell letisztítani, ahol az azonosulás ténye megtörténik. És a Buddha tanítása azért ennyire fontos, amikor az anátmanról vagy a nem énről beszél, amelyet ugyan nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de az egyik komoly aspektusa és értelme, hogy az énednek, a személyiségednek szilárd alkotó része, abszolút-e létező darabja nincs. Tehát minden, amit magadban hordozol, az befektetett energia és megőrzött információ által marad fönt. Tehát, hogyha elfelejtjük az imákat, akkor nem fogunk tudni imádkozni, mert elvész az információ. Ha megvannak az imák a lelkedben, de nincs energiát, hogy kiénekeld magadból, egy picit belül ugyan megszólalhat, de kívülre már nem hat. És néha az ember annyira energiaszegény állapotba kerülhet, hogy már imádkozni sincsen ereje, gondolja ő. Tehát ennek az énségnek van személyes, családi, társadalmi és egész emberi vonatkozása. És már nem az a kérdés, hogy magadnak milyen személyiséget gyártasz le, hanem egy idő után másnak milyen személyiséget nyújtasz, mi az, amit adsz magadból, mi az, amit képes vagy elfogadni a másikból. És ilyenkor az ennek egy fontos alapelve, a kezdő szellem az előtérbe kerül. A kezdő szellem az azt jelenti, hogy üres kézzel, de nem üres fejjel jössz, és amit fel akarsz használni, amit fel szeretnél használni a hagyományodból, a múltadból, azt felfogod, de nincs fix cselekvési stratégia. Nincs előre gyártott önkép. Nincs lezsírozott vélemény arról, hogy ki kicsoda, mi micsoda, egy ország milyen, egy nép milyen. És ezen azt jelenti, hogy ebbe a kezdő szellembe, ebbe a pillanatnyi tiszta állapotba bekerülünk, és akkor a hagyomány új értelmet nyer, mert nem megmondja neked, hogy ki vagy, hanem választhatsz, hogy ki szeretnél lenni. Még mindig eredeti, régi anyagból dolgozunk. De már magunk rakjuk össze azt, hogy milyen életet élünk,
milyen személyiséget viszünk, és hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ez az embernek nem csak lehetősége, hanem kötelessége is, hiszen nem a múltból a jövőbe gyalogló, meghatározott, robotszerű lények vagyunk. Akárhogy gondolkodunk a szabad akaratra, megvan a döntési szabadságunk ebben a pillanatban. Tudatunk tisztaságának mértékében van ez. Tehát aki úgy érzi, hogy iszonyatosan leszűkültek a lehetőségei, akkor nézze meg a saját tudatának a határait, hogy azok hol vannak, hogy elérik-e az orra hegyét, vagy esetleg túllép azon, vagy még annál is jobban be van nyomva az arcába a saját cselekvési területe. Hogyan lehet ezt a nagyon nehezen megfogható dolgot tágítani, mint tudat? És ekkor van az, hogy megismervén a múltunkat, az egyénit, a családit, a közöset, és ezen döntések teremtik az utat előttünk. Kinek van esetleg kérdése bármilyen? Már nagyon régen meg szeretném kérdezni, hogy mi miért pont ezeket az énekeket énekeljük, és hogy van-e egy olyan, ami így a többi fölé emelkedett, vagy fontos, hogy... Hát a hagyomány, tudod? A hagyomány. Tehát ez hagyományozódott ránk, de ezt azért sikerült a fordítások meg sok-sok gyakorlat által úgy átvilágítani, hogy ez végülis miről szól, ez az énekgyűjtemény. Tehát amikor reggel a harangéneknek hívott dörmögődzést az ember meghallja, akkor úgy kíváncsi, és elmondtuk egy rakászor, hogy námo Amitából, most ez mi csoda? És kiderül, hogy az Amitábha Buddha, az a mérhetetlen, végtelen principium buddhája, tehát a végtelen tér, végtelen idő, végtelen fény buddhája, ami szó szerint az Amida szóból, a nem, fosztóképző, a, és a mida, mitra, méter, mint mérhető összetételéből származik. Ez az egyik leggyönyörűbb és legbölcsebb mahájána találmány úgy, hogy egy darab személy nincs mögötte. Tehát nem olyan, mint mondjuk Sákyamuni Buddha, hogy előtte beszéltek Kásyapa Buddháról, Dipamkaráról, stb. Vagy mondjuk Zsizsang Bosszal, akik Sitigarban névre hallgat szanszkritul, és egy valós kínai szerzetes volt a húsvér a 4. században, és olyan tökére fejlesztette a fogadalmait. Azt mondta, hogy ő az összes pokolbéli lényért lemegy oda, és megszabadítja őket. Tehát itt vannak személyes attribútumok, és az Amitábhánál pedig egy darab se, úgy, ahogy van. Na most, amikor az ember ezt a hagyományt úgy megérzi, megtapasztalja mondjuk az énekeken keresztül, akkor nem tud nem tisztelettel adózni a kidolgozói, a megélői, a tapasztalói előtt. És igazából nem ezeknek a daloknak, vagy énekeknek a szövegszerűsége, vagy dallambéli miensége a kérdés, hanem az, hogy mit csinálnak velünk. Hát eléneklem, és mi történik velem azután, hogy elénekeltem? Mi történik a másikkal, a másik és köztem lévő kapcsolattal? Mi történik a csoporttal? Mi történik ezzel a térrel, ahol ezt elénekeljük? Hát itt már idestova 4 folyamatos éve folyik a gyakorlat, és hát ez a tér épp ezért kicsit másképp érződik, és másképp is működik, mint esetleg odakint, vagy a nagyvárosban. Jó? Tehát a hagyomány az fogja magát, és elkezd rajta dolgozni úgy, hogy te gyakorolsz. És itt rájövünk, hogy valami sokkal nagyobbról és fontosabbról van szó, mint az, hogy én személyesen mondjuk, hogy érzem magam, mi a kapcsolatom a hordozó kultúrával, szeretem-e a kimcsit, vagy nem, jártam-e Koreában, vagy nem. Tehát ezek a dolgok ilyen kis édeskék, de nem ezek a fontosak. Az a fontos, hogy mi történik a lelkedben akkor, amikor a hagyomány gyakorlod. És az igazán korrekt kapcsolat az, amikor tisztulsz, amikor a lélektudatosságod növekszik, amikor a szellemed, ugye a tisztasága, a buddha természeted működése javul. És az, hogy mennyi karmát kell ehhez ledolgozni, mit kell kiönteni a lefolyóba, mit kell a tantiened égető kemencébe bedobni úgy, hogy a hamu se jöjjön ki. Az már mindegy. És ezzel ráébredünk az életnek egy nagyon fontos jellemvonására. Hogy milyen elképesztően tünékeny, törékeny,
És ezért drága. Mert így ebben a felállásban csak egy van. Ezzel a testtel, ezzel a lélekkel egy van. Nincs több. Ebből a pillanatból is egy van. Akármire emlékszel a múltból, akármit csinálsz a jelenben, akármilyen jövőt teremtesz magadnak, ebből a pillanatból egy van. Nincs több. Úgyhogy a hagyomány az működik, a kérdés az, hogy te együttműködsz-e vele. Én a szépségről szeretnék kérdezni. Engem? Igen. Hát lehet, hogy rossz emberhez fordultál. Valami ilyen modellértékű hölgyeményt nem akarsz erről megkérdezni? Na mondja. Nem. Tapasztalni szeretném, hanem kérdezni róla. A szépség anyagáról, miben létéről, fontosságáról, és mindenről, ami úgy gondolod, hogy a szépséggel kapcsolatban a buddhizmus gondolt, vagy nem gondolt, vagy vélekedett. Tehát mi ez a dolog, aminek ekkora ereje van, vagy éppen ekkora ereje nincsen, és így dolgozik, és ilyen hatással tud lenni. Tehát, hogy egy ilyen erőt képvisel. Valahol a szépség, az öröm és a kielégülés olyan elképesztően össze van drótozva az emberekben, hogy nagyon súlyos évtizedek és súlyos traumák kellenek ahhoz, hogy ezeket valahol egészségesen szét tudjuk társítani. Tehát a negyediket is mellé tenném, a szépség, öröm, kielégülés, boldogság. És hogyha megnézed, egy tinédzser korúnak ez a négy, ez teljesen együtt van. Teljesen. És mennyit kell csalódni, tanulni, szenvedni ahhoz, hogy meglásd, hogy nem biztos, hogy attól leszel boldog, hogy kielégültél. Nem biztos, hogy az örömből mindig boldogság lesz, és nem biztos, hogy a szépségből mindig a vágyak beteljesítése kell, hogy következzen. A szépség a vonzerőnek az első gyönyörű megnyilvánulása. Tehát szép, tehát akarom. Mert örömöm származik belőle. Birtokolni szeretném. Mert energia származik belőle. Mert el tudom felejteni a világ összes többi részét, amelyik nem szép. Tehát minden jelenség minősége az tudat által teremtett. A szépség az az első hatalmas vonzerő, ami ebbe a világba kvázi behoz minket. És nem pusztán a születésről beszélek, hanem az, hogy amikor az ember elkezd eszmélni, akkor igazából a szépet és a jót keresi, amiből boldogsága, öröme van. És aztán, amikor ez lefordítódik mondjuk társkapcsolatra, és egy-két évet ugye eltölt a kedvese vagy hites társa oldalán az ember, akkor látja, hogy valami egészen másról van itt szó, mint puszta esztétikai minőségek tartós megtapasztalására. Mert olyan dolgokat kellett megélnünk együtt, amelyek nagyon komolyan beárnyékolják az eredeti szépség fogalmat. Tehát egy nagyon komoly tartalmú dobozon a díszcsomagolás a szépség. Akár a létről legyen szó, akár az emberi kapcsolatokról, vagy akár egy tárgyról, amit most nagyon szépen marketingot bedizájnol neked, és akkor megveszed, és akkor azzal kell foglalkozni, ami a tárgy valójában. Az ember ugyanez. Tehát van egy nagyon gyönyörűséges életkor, amikor úgy az ember a saját kis személyes energiáját eléggé felszokta turbózni, és ekkor, mint a radarernyőn, ott szépen megjelennek a bíp, 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 és akkor hasonló bípek a másik radarernyőn, és egyszer csak a légirányítás beleszól a mikrofonba, és randevú. Tehát azok után, hogy ez megtörténik, eltelik x idő, egy év, három év, haddig kitart, és akkor valami tartós is lehet belőle. És akkor utána, hogy megnézed, hogy most akkor ki ez? És ezért nagyon jó néha picit visszalépni a mindennapi élet forgatagából, az elvárásokból, a már megélt élmények alapján felépített kis várunkból, hogy a másiknak milyennek kell lennie. Én őt megismertem olyannak, amilyen, akkor legyen olyan. Ne újítson itt, ne variáljon, mert akkor már semmi se jó. Tehát ezzel magunkat is egy kis
skatujába bezárjuk, meg a másikat is, és ezt hívjuk az ego komfort zónájának. És akár úgy, hogy a kapcsolat implodál, tehát belső válságba jut és folytathatatlan, vagy explózió, akad valaki harmadik, vagy egyéb élethelyzet, és akkor amiatt, kiderül, hogy az egész elvárásrendszer hamis volt, és egy olyan illuzórikus minőségre épült, amit pusztán esztétikai vagy egyéb szépségnek lehetett hívni. Általában az az ismérve, amit nagyon sokan nem tartanak be, hogyha a gondolati, érzelmi és fizikai sík harmóniája megfelelő, akkor tartósnak mondható a kapcsolat. De ha csak egy síkon nincs harmónia, az a másik kettőt teljesen hazavágja. És ezt általában nem szoktuk észrevenni, mert jaj, de szép, olyan gyönyörű, hát majd megsimogatom, és akkor jó lesz. Meddig? Mennyire? Ugye a szépség az lehet egy nagyon gyönyörű minőség, ami teremtett, és egymás számára teremtjük, és lehet a legnagyobb illúzió és a leghatalmasabb csapda, amibe belelépünk, és akkor meg azzal kell foglalkozni. Végezetül nem önálló minőség a szépség, hanem közösen teremtjük. És azt hiszem, hogyha nem pusztán magunk számára szeretnénk ezt, és nem elsajátítani, vagy az énség, az alanyiság szintjén így megélni a tükör előtt, akkor talán a legjobb úton vagyunk afelé, hogy ne záródjunk be egy szépség vagy szépséghiány feliratú börtönbe. És a másikat se zárjuk be ilyen börtönbe, hanem úgy lássuk, ahogy van. Tehát a zen, hogyha most tényleg a buddhizmus egyik fogalmát itt kibonthatom, az úgynevezett ilyenség fogalmával operál. Tehát nem szép, nem csúnya, ilyen. És ezt hívjuk, ugye szanszkritul tathatának, vagy búta tathatának, ami azért szép, mert leveszi azt az iszonyú dualisztikus ítélőgépet, hogyha az adott centiméterbe beleesik, akkor szép, ha a centiméteren kívül esik, akkor nem szép, és akkor akarom, nem akarom, szeretem, nem szeretem, ez tragédia. Tehát mindenkit lássunk úgy a maga ilyenségében, amilyen valójában. És ne dobjuk rá ezeket a projektált ugye, minőségeket, azt is lássuk, hogyha szépnek tartod, azt is lássuk, hogyha nem tartod szépnek. De lássuk ennek a tudat által teremtett mi voltát, és akkor már könnyebben elboldogulunk vele. Még így se könnyű, de azért már könnyebb. Egyéb kérdés? Miért van az, hogy az emberek nem akarnak változni olyankor, amikor szenvednek, pedig esetleg már voltak is figyelmeztetve ez irányban, hogy ne dönts tovább magad a pusztulásba, vagy a testi, vagy a lelki szenvedésbe. Van egy út, ahol elindulhatsz, és esetleg segítséget is kap. Túl vastag a fal. Még mindig nem hiszi el. Iszonyat makacsak vagyunk, mert nagyon félünk a változástól. Pszichológiai fogalom, missoneizmus, tehát minden, ami új, attól félünk. Megváltozik az önképünk, nem lehetünk azok mások szemében, akik, arcvesztés, presztízsveszteség, egyebek, és ezzel nem vagyunk hajlandóak szembenézni. Inkább hazudunk valamit, inkább kitalálunk valamit, inkább időt nyerünk. Jó? Tehát mindaddig, amíg nem robbantja szét valami az ego struktúrát, addig megpróbálom megőrizgetni. Miért? Mert nem ismerem el, hogy van valami túl rajta. Hogy van valami, ami az énséget meghaladja. Hogy van olyan tudat, ami nem énhez kötött és személyiség alapú. Dolgozik személyiséggel, néha nem is egyel, mint színészeknél. Tehát, hogyha van egy hétköznapi éned, és azt te végigéled, akkor is látod, hogy este háziasszony vagy, nappal mondjuk dolgozol egy hivatalban, és egyéb iránt vagy mondjuk valakinek a társa. Ezek személyiség elemek. Ennek a neve esetben az, hogy Berenice. De van, amikor külön névvel illeted, mert mondjuk egy színpadon te megformálhatod Offéliát, Júliát, Nórát, van még nagyon sok ilyen gyönyörű női szerep, de a lényeg az, hogy ezt külön névvel is lehet illetni, sőt, külön életekben is megélheted az előző életedben, életeidben, a mostaniban, következőben, következőkben. Tehát alternatívákat és kibúvókat keresünk mindaddig,
amíg ebben a pillanatban félreérthetetlenül és kikerülhetetlenül nem nézzünk szembe azzal a valósággal, hogy változnunk kell, mert a változás illúzióját fent tudjuk tartani a végtelenségig úgy, hogy közben belül lényeges súlypontáthelyeződés nem történik. Megváltozott a maszk. Egy újabb szerepet vettem föl. Felfrissültem a hely, partner, idő és egyéb helyzetváltoztatás által. És amíg ezeket tudjuk játszani, addig nem szorulunk sarokba. És utálunk sarokba szorítottan élni. Ezért nem szeretjük néha az interjút. Beülsz velem szembe, megkérdezem, hogy mi a helyzet, és amíg nincs csöri, addig nem mész ki onnan. Kimehetsz persze, de az már olyan tré, az úgy nem jó, mert akkor elfutottál. Elfutni nem akarunk. És akkor szembenézel azzal, hogy nem tudod. Szembenézel azzal, hogy ott vannak a korlátok. Túl kell azokon lépni, a Koan segítségével. És mihelyt rájössz, hogy a Koan mire jó, hogy ezzel tudod meghaladni a saját korlátaidat, nem az lesz, hogy jaj, most az elvonuláshoz ez hozzátartozik, gyorsan túl leszünk rajta, és akkor békésen visszamerülök a kis meditációmba, és megpróbálom elfelejteni az egészet. Na, ez az, ami nem megy. És amikor nem megy, akkor megpróbál meggyilkolni lelkileg engem, vagy gyorsan keresni valami okot, hogy kicsikét rövidebbre hagyjuk ezt a visszavonulást, és valamiért innen gyorsan távozzunk el, de a sarokba szorulást azt kerüljük, mert a sarokba szorulással szembesülés jár. Na és itt van a dög eltemetve. Nem azért jó ez, mert valaki vagy valakik szeretik a másikat frusztrálódva látni. Nem azért jó ez, mert van valaki vagy valakik, akik szeretik azt látni, hogy sarokba szorulsz és nem tudod. Ez nem erről szól. Nekem ez nem élvezet, senkinek sem az. Amikor meghaladod és kijössz belőle, az igen, az nagy pillanat. És ebből már mindenkinek volt az interjú szobában, nem is egy. Rácsi, ez most honnan jött? Nem tudom. Pont onnan. Hogy nem tudom, onnan. De végre megszűntem ezt a tűzfalat generálni az állandó gondolkodásommal, érzelemformálásommal, ragaszkodásommal, azonosulásommal. Megszűntem állandóan generálni önmagam, és nézd meg, hogy a felszabaduló energiából mi lett. Mire vagyok képes. Ezt az ember generálja, hogy mikor történik meg ez a változás? Szerencsére. Mármint, hogy nem a külső tényezők kényszerítik? Szerencsére? Nem tudom. De tudod. De nem. Á, de. Akkor megmondjam? Igen. Na, ez generálja. Most boldog vagy? Legyél, mert több nincs. Jó? Úgyhogy nem tudjuk honnan, de megtörténik. És pont ebben a nem tudhatóban bízhatsz. Az egész arra megy ki, hogy tapasztald meg ezt a nem tudhatót, és akkor megváltozik minden, mert engeded, hogy megváltozzon. Na és az a tiéd. Persze elsajátítani ezek után már nem fogod, mert butaság lenne egy újabb egoitást legyártani, miután az elsőt oly nagy gonddal szétszetted, de inkább föl kéne ajánlani az összes érző lénynek mindazt az áldást és jótéteményt, ami egy énség megszűnéséből fakad. Ezért vannak a fogadalmak. Tehát itt nem buddhista jó kisfiúkat és jó kislányokat gyártunk, hanem felnőtt embereket, szellemileg felnőtt emberek léphetnek ki ezen a kapun. Méghozzá azért, mert meglátták, hogy ők hogy működnek, a világ hogy működik, a másik ember hogy működik, hogy ez a törvény, ez nincs leosztva külön kis dobozkákban, hogy neked ez, neked az, neked amaz, mindenki ugyanazt a törvényt követi. Az egész világ, az összes ember ugyanazt a törvényt követi. Ezt hívják darmának. Az emberek, a lények, a dolgok valós működése. Nem az, amit gondolsz róla, végképp nem az, amit akarsz tőle, hanem az, ahogy az valójában van. Ezt hívják az útnak, a Taónak. Ha ez megvan, ebbe belesimulva a szabad akaratod is helyesen tud működni. Amíg csak perlekedünk, panaszkodunk, kesergünk, projektálunk, addig soha nem fogunk egyé válni a lényeggel, a világgal. Addig mindig csak akarunk valamit, amit nem lehet.
Visszatérnék az imákra, mantrákra és a szutrákra. A különböző mantrák és szutrák különböző lelki állapotokat hoznak létre, különböző szamátiba tesznek bennünket, vagy pedig az univerzális, függetlenül, hogy honnan erednek, az az univerzális, amit itt a zenbe is próbálunk elérni, az a mindenek feletti egy tudat állapot felé visznek, vagy pedig különböző jellegeik vannak ezeknek. Egy kicsit ebből is, egy kicsit abból is. Tehát ez azért olyan, hogy ez nem csak egy irányba megy. Tehát világos, hogy az éneklés kisöpri az ajt belőled. Azért szeretünk énekelni egy idő után, ha már nem csak így böngésző, hogy hú, de gyors. Tehát amikor már úgy megvan, akkor világos, hogy a zajt azt kisöpri, és valami nagyon szép jeltartományt hoz be. Ott vannak a fordítások, ha intellektuálisan is akarod tudni. De a jeltartomány már érvényesül itt annélkül, hogy az intellektuális tartalmát tudnád. Tehát ez tényleg egy egyhegyű, világos tudatba be tud hozni téged, de ez nem mond ellent annak, hogy tényleg egy univerzális lényegi állapotba is eljuttat. Csak énekelj.